Szia Bella, én vagyok Evelyn. Tisztunk, kis hölgy. Na milyen a világvégi nyaralás? Jó lenne, ha nem lenne annyi halandó. Nagyon nem akarlak sokáig zavarni, csak most venném fel azt a videót, tudod, amiről beszéltünk, és akkor én hamarosan élesbe kapcsolnálak téged, és akkor alá kellene narrálni, ahogy megbeszéltük. Akkor gargalizálok gyorsan egy kis vérrel. Jól van, nagyon szépen köszönöm, akkor pár perc és start. Rendben? Na, puszi addig is, szia! Komolyan, ez a sok lélegző entitás itt a világvégi szigeteken kikészítenek az aurájukkal, pedig nekem nyugalomra van szükségem a tudjuk miután. Jó, tudom, most nem rólam van szó, nem is akarok panaszkodni, inkább nézzük meg, mit hozott össze idén Evelyn. Hoppá, egy dobozt! Várjunk csak, ez nem is akármilyen doboz, rajta van a neve és a fotója is. Ez már a 2020-as kortárs fiatalító szett egyik kotűr darabja? Biztos nem, ahhoz túl hanvaska még. Á, ez a Nivea válogatás doboza, amiről láttam az Insta sztoriait is. Go, girl! Büszkék vagyunk rád. Most azzal a maszkkal keni be az arcát, ami a dobozban is van. Jól is teszi. Én is mindig csiganyálkrémmel kezdem a napot. 15 perc, aztán lemosás. Puhasság, hidratáltság, mínusz 5 év, mondjuk én nem tudom az mit jelent, mert én 5 évszázada ugyanolyan jól nézek ki. Szerintem ez egy szemkörnyékápoló lesz, amit nagyon helyes is, hogy használ. Erre gyerekek, sose sajnáljátok a pénzt, mert ez olyan, mint egy örmésztáska. Befektetés. Az alapozás minden valamire való smink alapja, ahogy a neve is mondja. Alapozás. Tök jó itt a bőrállapot, úgyhogy nem lesz se betonozás, se falazás, se vakolás, csak egy laza réteg, és örülök, hogy megfogadta a tanácsomat a szemkörnyékével kapcsolatban, hogy csak ütögető mozdulatokkal kerüljön oda bármi. Tap, 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 mint a púzus. Nem kell nyúzni a bőrt, ha csak nem vagy egy rituális áldozáson. Jaj, ez az, amit én adtam neki, a Bátori Cosmetics hullafehérítő púdere, ami az egész arcra felkerül. Csodásan lemattítja a bőrt, és már is kiráz a hideg. Olyan szép fehér lett. Hideg színekkel dolgozunk ma, ahogy látom, ami jó, mert most nekem is elég fagyos a hangulatom. Na de már megint magamról akarok beszélni. Sorry. Egy szürkés szín kerül a szemöldök alá, kihozva egészen az orrnyeregig, amit én csak a gonoszító, nem despacito, gonoszító területnek hívok, mert a tekinteted azonnal bedárkul tőle. Aztán egy ezüstös szín megy ki a homlokig. Nagyon művészet. Majd sötétkékkel kezdi színezni a szemhéját, ami jó választás, mert illik a szeméhez. Bár azért remélem előkerül majd a fekete is, a kedvenc, legboldogabb színem, amit én mostanában szerelmi bánatos lelkekből préselek ki. Valójában az van, hogy kifogyott a palettám. Na, improvizálnom kellett. Összedolgozás, építkezés, összedolgozás, építkezés. Nicsak, megbomlott a szép egység. Túlmegyünk a vonalakon? Tetszik ez a lázadás? A kékkel dolgozik tovább, és kifelé satírozó mozdulatokkal dolgozz el a színt. Szent fokhagyma, ez a koncepció nagyon ütős. A fogyos csajok társasága szokott így sminkelni. Követem őket az Instán, Frigida a kedvencem. Most az élő ujjaival célzottan felvisz egy kis kék glitteres színt élénkítőnek, és alulra a szingli könnyel préselt púder extra szomorúsággal festékből megy egy jó adag réteg. Ez tökre olyan effektet ad, mintha bőgtél volna egy rendeset, de mégis szexi maradsz, mert nem folyik egybe taknyod nyálad. Na, az tényleg nem szexi. Pillák következnek, gyerekek, én már próbáltam mindent, de ami a legújabb a piacon, és ami az egyik legminőségibb, az a Demogorgon pilla. Made in USA. Utánozhatatlan, sejmes, alap, hogy be kell szerezned.
Az ajkak kapnak egy alapfagyott effektet azzal a kék szemfestékkel, ami korábban a szemre került. Most már kezd teljes lenni az átalakulás, és minden halandó mi volta el lesz fedve a csajszínak. Helyes. Na és akkor most jól figyeljetek. Van egy jó kis alap, de turbozzuk fel. Fekete pontok kerülnek az arcra, amik nem szépségpöttyök, hanem egyfajta útmutatóként szolgálnak. Csak azért, mert a koponyások társasága elhíresztelte, hogy 3 maszattal a fejeden is már halloweeni a sminked, nekünk nem kell eligénytelenkedni az év legszebb napját. Ugye, hogy ugye? Felgyorsulnak az események, és a pontok összekapcsolódnak egymással, mint a Dörmögő Dömötör magazinban, amiből ízelt lábak születnek. Hú, de rémes! Imádom! De most hagyjuk egy kicsit koncentrálni az Evelynt, csinálja a dolgát, addig bontok egy nullás S neki fűszerest, ti pedig hallgassatok zenét. A 8 ízelt láb, amit itt az időt dimenzióba helyezni. Először egy fekete szemfestékkel készül egy-egy halovány árnyék. Ha félős vagy, és még a sajátodtól is megijedsz, akkor megszívtad, mert ez kihagyhatatlan lépés. A Dementor effekt, ahogy én nevezem, úgy készül, hogy fekete szemfestékkel egy vékony, ívesebb vonal kerül megrajzolásra a felső ponttól az alsóig. És egy tiszta ecsettel szépen el lesz satírozva, hogy még halványabb és sejtelmesebb legyen az árnyék. Ezek a lábak nem lóghatnak csak úgy bele a mindenségbe, így egy rögtönzött fekete lyukká lesznek alakítva az ajkak. Felmerülhet a kérdés, mi ez a remek, könnyen irányítható, intenzív feketeség, amivel a nagy mű készül? Arcfesték, gyerekek! Arcfesték! A második legfontosabb lépés, hogy még élőbbé tegyük ezt a kicsikét Evelyn száján, az az, hogy fehér kiemelő részeket festünk a csápokra. De hogy egy kis glam is legyen a sztoriban, a fekete részek kapnak egy kis ragasztót. Biztonsági okokból elmondom, hogy ehhez csak glitter ragasztót használj, hogy ne rohadjon le az arcod. Bár az is jól tud kinézni, de inkább ne! Majd pedig jön a fekete glitter, ami az előre beragasztózott helyekre kerül, és adnak egy plusz ragyogást a már most pokolian jól kinéző sminkhez. Pepecselősnek tűnhet ez a rész, amúgy tökre az is, de egy órát rászánni egy frankesz kis kamupókra, hogy az igazán horrorisztikus legyen, szerintem tökre megéri. A korábban használt szinglik könnyebb púder lesz a highlight szín, amivel jeleket küldhetünk a stratoszférán át a holdig. Hashtag space selfie. Utoljára maradt a szemöldök, ami már csak haba tortán, de mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik, úgyhogy a kedvenc színemmel ez is kicsinosításra kerül. Microbladingelni akartam valamelyik évszázadban a szemöldökömet, de aztán rájöttem, hogy jó nagy hülyeség, mert nekem aztán időm, mint a tenger, szóval napi pár perc aztán tényleg belefér. És így készült el ez az abszolút megnyerő első randi smink, vagyis hát itt most halloweeni, de én tuti kipróbálom, ha kihevertem a tragikus esküvőmet. Csöndben vagyok, nem rólam van szó, megyek is vissza a koktélomhoz, ti pedig élvezzétek Evelyn munkáját, írjatok neki szép kommenteket, és meg ne tudjam, hogy nem kapcsoltátok be a csengőt az Újvidékről. Na, addig is csokszi mindenkinek, aztán jót ne halljak rólatok.